Aki fát ültet, erdőt telepít, az a jövőnek dolgozik. A jövőnek dolgozik, hiszen a fák és a cserjék többsége igen lassan növekszik. Így, amikor egy-egy csemete a helyére kerül, még nem tudható, hogy hosszú évek, évtizedek múlva mekkorára nő, hogyan díszíti, ékesíti környezetét. Széki Péter, amikor az 1870-es években hozzákezdett 2 hektáros sétakertje telepítésének, a jövőnek dolgozott. S aki ezt teszi, az bizony nem lehet önző ember, hiszen minden egyes elültetett facsemete az eljövendő időkben a természetet gazdagítja évtizedeken, néhány faj esetében évszázadokon át. Ezekben az évtizedekben a sétakertek, parkok építésének, növényegyüttesek ültetésének reneszánsza volt. Gondoljunk csak a hozzánk legközelebb eső erdőtelepi arborétumra, ahol a Hanyér bizonyos területein dr. Kovács József sebészorvos szintén egy épített park létrehozásán munkálkodott múlt század végén. A hazai kertépítészet virágkora Nyugat-Európához viszonyítva kissé később bontakozott ki, de mondhatjuk, eredményeikben nem maradunk el azok mögött. A Vácrátóti, a Szarvasi, a Zirci, az erdőtelkek, és legyünk lokálpatrióták, a tiszaigari épített kert is megállja a helyét bármelyik országajánló turisztikai kiadványban. És nagy szüksége is van az országnak, a településeknek, ezekre a növényegyüttesekre, hiszen egyre többen kelnek útra Észak- és Nyugat-Európával azért, hogy a természet szépségeit megcsodálhassák. A város és a múzeum látogatások mellett kell, hogy ezek a természeti kincsek is hangsúlyt kapjanak a turisztikai kínálatban, hiszen az elmúlt évek adatai mutatják, a Tisza-tó is nagy idegenforgalmi vonzerő. Nekünk, tiszaigariaknak fontos fejlesztés volt ma átadásra kerülő arborétum rehabilitáció, hiszen így többszörösen is tudunk kapcsolni a vidéki idegenforgalmi kínálatához. Közel vagyunk a Tiszatóhoz, igar a kunság kapuja, s aki a Hortobágyra igyekszik is bátran ellátogathat hozzánk, hiszen az Alföld síkvidéke nyáron izzó szikesei után felüldülés az épített kert, melynek árnyatadó lombjai alatt megpihenhet a kiránduló. Tiszaigar az elmúlt években nagy lépést tett azért, hogy bekapcsoljon a vidék turisztikai kínálatába. Tavaly mindkét templomunkat, katolikus és református is felújításra került. Ezt megelőzően kialakítottunk idegenforgalmi rendezvények megtartása is alkalmas pincehelyiséget. A startfan bepillantást enged a vidék hagyományának állattartásába. Kézműves műhelyénk a régi tradíciókra épültek. Az igari méz a vidék ízét reprezentálja. Ehhez járult most hozzá a megújult arborétum, amely a természetbarátok célpontja, kedvelt kirándulóhelye lehet, a jövőben még inkább. Tudjuk azoknak az embereknek, akik egy-egy hosszú hétvégén útra kelnek, vagy egy vasárnap délután közös kirándulásnak, kerékpározásnak szentelnek, szolgáltatásokat is kell nyújtani, hiszen a látvány ma már kevés. Ezt a célt szolgálja mostani fejlesztés is, mely szorosan kapcsolódik Tiszaigar település azon elképzeléséhez, hogy a hozzánk érkező látogató valódi, kézzelfogható, s ha kell, hazavihető élményt kapjon a vidék életéből. Az elmúlt egy-néhány évben hazai országjárás ismét virágzott. Köszönhetően ez a szép kártyának, hiszen a természetben kikapcsolni, pihenni az egyik legkellemesebb dolog. Széki Péter másfél évszázada tudta, hogy kertjét a jövőnek ülteti, de azt nem sejthette, hogy az épített kertek egy idő elteltével a lakosok, a magyarok és külföldi hétvégi pihenését is szolgálják majd. Tiszteletünket ezért az alkotó és építő munkáért Széki Péter földbirtokosnak, aki, ahogy mai nap is bizonyítja, valóban a jövőnek, a jövőért dolgozott. Köszönetünket és nagyra becsülésünket fejezzük most ki neki, hiszen ő valami maradandót hagyott ránk, amit most a NEFAG ZRT Földművelési Minisztériummal karöltve gyönyörűen továbbfejlesztett, még nagyon sokáig legyen ez az arborétum, a település és a térségéke. Köszönöm megtisztelő figyelmet!